Az önkormányzat tulajdonában lévő Szalkavíz Kft. A Kölcsei Televízió segítségével indított mától új televíziós csatornát Máté Szalkán. Az új televízióban helyi hírekkel, kulturális és közéleti műsorral várják a nézőket. A helyi kábelszolgáltatón keresztül elérhető a csatorna műsorkínálata, ami a megyei televízió magazin műsoraival színesedik. Úszil és ügyvezető a stúdióban, szervusz! Szervusz, Ati! Köszöntöm a kedves nézőket! Tehát hogyan működik a televízió együtt a Máté Szalkai önkormányzattal? Ma már, ha a Máté Szalkaiak bekapcsolják, vagy megtalálják a kábelszolgáltatón ezt a csatornát, akkor műsort is láthatnak. Így van, bár sajnos még az Elektronet hálózata az, ami lefedi Máté Szalkát, illetve a környező településeket. Sajnos még nem az összes program kínálatában érhető el ez a csatorna az Elektronetnek, de dolgozunk azon, hogy hamarosan minden programcsomagjában elérhető legyen. Most jelen pillanatban a digitális csomagban látható az új televízió Máté Szalkán, és hát reméljük hamarosan az analóg csomagnak is része lesz ez. De ez a szolgálati közlemény része. A kérdésedre válaszolva mondhatom azt, hogy a Kölcsei Televíziónak régi adóssága, hogy szorosabb kapcsolatot ápolja Máté Szalkával. Nem csak amiatt van ez, mert Máté Szalka a megye második legnagyobb városa, mondhatjuk azt, hogy a második fővárosa, hanem amiatt is, mert a Kölcsei Televíziónak régi idézőjelbe személyes kapcsolata is van Máté Szalkával, hiszen az egyik földfelszíni sugárzásunkat biztosító adóberendezésünk az Máté Szalkán található. Ennek ellenére még kevéssé volt szoros az együttműködés a várossal, de hát ez az elmúlt néhány hónapban mondhatjuk, hogy elég erőteljesen megváltozott. Nagyon sok beszélgetést, párbeszédet folytattunk a város önkormányzatával, a polgármester úrral, Hanusi Péterrel, illetve a képviselőkkel, és mondhatjuk azt, hogy egymásra találtak az elképzeléseink, illetve az ő igényeik. Ugyanis Máté Szalkán működik több helyi kábeltelevízió is, azonban ezek mindegyike magánvállalkozás. Az önkormányzat viszont szerette volna, hogyha van egy olyan televízió, ami az önkormányzat tulajdonában van, és mondhatjuk így, hogy akkor áttételesen és idézőjelben, de tényleg a Máté Szalkai lakosoké ez a televízió. Ugye ehhez helyjel közel sok feltételük adott volt, hiszen volt olyan cégük, aki alkalmas arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultságot megszerezze, vagyis a hírközlési hatóság engedélyét megkaphassa arra, hogy televíziót üzemeltessen. Volt megfelelő ingatlana hozzá, és hát nyilván rendelkezett anyagi feltételekkel ahhoz, hogy kialakítsa ezt a stúdiót, és elindítsa a működést, és valamennyi forrás a működtetésre is van. Viszont ugye hiányzott a, mondhatjuk, televíziózás tekintetében a legnagyobb falat, az pedig a televíziós technika. És ez volt az a pont, ahol először találkozott a televízió és Máté Szalka. A televíziónk, a Kölcsei TV gyakorlatilag ilyen 15-20 millió forint értékű televíziós technikát adott át a városi önkormányzat, illetve a városi önkormányzat cégének, aki a Máté Szalka televíziót üzemelteti. És segítettünk mind abban, és itt külön meg kell köszönnem Tóth Zoltán kollégánknak a elmúlt másfél hónapos munkáját, ami ugye nem úgy szállítottuk le ezeket az eszközöket, hogy dobozban oda vittük, hanem ezeket össze is kellett szerelni, és üzembe is kellett helyezni. Tehát gyakorlatilag biztosítottuk a televíziós technikai feltételét ennek az új televíziónak, de ezek után kérte azt az önkormányzat, hogy segítsünk a műsorstruktúra, illetve a humán erőforrás felépítésében is. És ebben is kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Mondhatjuk azt, hogy, és nagyon bízom abban, hogy a Máté Szalka televízió hangsúlyozottan Máté Szalka város televíziója, tehát nagyon fontos, hogy a szerkesztőségi döntéseket ott hozzák, tehát nem Nyíregyházáról irányítjuk az ottani televíziót, de mindenképpen szervesen kapcsolódik a Máté Szalka televízió stábja a mi stábunkhoz is, ami ugye azért nagyon előnyös, mert egyfelől azok az események és azok a hírek, amik Máté Szalkán is fontosak lehetnek, azoknak a helyi vetületeit, ezeket az információkat mi át tudjuk adni az ottani csapatnak, illetve az ottani eseményekről készült tudósításokat pedig a lehető legrövidebb úton tudják átadni nekünk, hogyha ez olyan súlyú, hogy a megye lakosságát is érdekelheti, illetve rajtunk keresztül könnyebben elérhetőek az országos csatornák is, a mi meglévő és az országos csatornák felé meglévő útvonalainkon. Miért volt fontos Máté Szalkának, az önkormányzatnak, hogy egy helyi, saját, most így fogalmazok, televíziós csatornája legyen, illetve milyen fejlődési lehetőségek vannak ebben az együttműködésben a következő években, a továbbiakban? A városnak a legfontosabb a rendszeresség volt. Tehát, hogy a városban élők
életét nagyban érintő döntésekről, információkra lehető leggyorsabban és a lehető legrészletesebb tájékoztatást kapják az ottani lakosok. Nyilván ez az önkormányzatnak a célja. Ebben nekünk volt tapasztalatunk, hiszen a Kölcsei Televízió is, illetve a Máté Szalka Televízió is kereskedelmi televízió jogilag tekintve, de hát jelentős közszolgálati tartalommal. És hogy ezt a fajta tapasztalatot, segítséget adjuk át nekik, és egy olyan televíziót hozzanak létre, ahol nem feltétlenül csak a testületi ülésnek a közvetítését, vagy egy-egy városi ünnepnek a felvételét láthatják a lakosok, hanem hogy lehetőleg minél több, és hát mondjuk úgy, hogy az elindulás után, hiszen ma elindult ez a televízió, a szerkesztett formában is, picit értelmezve is, és összefoglalva is láthassák a máté-szalkai lakosok. Ez a gyakorlatban jelent heti rendszerességgel jelentkező ottani szerkesztett hírműsort, és hát természetesen háttérbeszélgetéseket, stúdióbeszélgetéseket, ahol hangsúlyozottan, kiegyensúlyozottan meghívva és szerepet adva a város közéleti szereplői mellett, természetesen a kulturális élet szereplőinek is. Az természetes, hogy a Kölcsei Televízió, ha nem is mint kisgyermekét, de mint kistestvérét segíteni fogja a Máté Szalkai szerkesztőséget. Ezt említetted, mennyire lesz hasonló profilú a két csatorna? Hát mondhatom azt, hogy nagyban más a két televíziónak a szerepe. A Kölcsei Televízió megyei televízióként ugye sokkal nagyobb területet szolgál ki, és hát sokkal több embernek kell információkat nyújtani. A Máté Szalka Televízió abszolút helyi televízióként gondolunk most jelen pillanatban rá, ami azt jelenti, hogy Máté Szalka és szűkebb vonzás körzetében szolgálja ki az ott élőket. Azonban hát nem titkolt célunk, amit a beszélgetésünk elején említettem, hogy ott van az egyik adónk, ahol lehetőségünk van arra is akár, hogy ott külön szerkesztett műsort földfelszíni sugárzással is terjesszünk. Nyilván ez nem a következő hetet jelenti, de hát nem titkolt célunk nekünk sem, és hát úgy tűnik, hogy ezzel az ottani önkormányzatokkal is egymásra találtunk így az előzetes beszélgetésekből, hogy jó lenne, hogyha ott lenne, mondhatjuk azt, annak a térségnek egy külön televíziója, aki ott akár 40-80 ezer embert is elér egy külön szerkesztett műsorral. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ott akkor onnantól nem lenne látható a Kölcsei Televízió, de lenne a szűkebb térségnek is egy saját televíziója. Ugye a beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy bővülő feladatok, ami miránk vonatkozik a Kölcsei Televízióra, és azóta, hogy az elmúlt hónapban kineveztek téged 5 évre ügyvezető igazgatónak, ismételten, vagy továbbra is folytatólagosan, még mi itt nem beszélgettünk ebben a stúdióban, hogyha bővülő feladatokról van szó, akkor melyek lesznek ezek, amelyek majd minket érintenek? Hát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy az elmúlt másfél évben, és itt az egész csapatra kell gondolni, elindultunk, azt hiszem, hogy mind helyi televíziós tekintetben, mind pedig a Kölcsei Televízió életében egy másik irányba, ami a műsor struktúrát, illetve a műsorok felépítését jelenti. Nyilván ez egy hosszú építkezési folyamat, amit szeretnénk folytatni. Ha ősszel át fogjuk egy picit alakítani a műsor struktúrát, apró lépésekkel haladunk ebben a tekintetben is, és hát ami az egyik legnagyobb feladatunk, így gyakorlatilag, ami a nyár elején, közepén kezdődött el, az pedig az országos televízióknak történő bedolgozás. Nagyon sok felkérésünk van országos televízióktól, van egyedi felkérés, illetve vannak mondhatjuk azt, hogy szerződésben deklarált állandó együttműködések is. Gondolok én itt az RTL Klubra, aki rendszeres megrendelője a televíziónknak, és ugyanúgy sikerült leszerződnünk az MTV-jával is, a Magyar Egynek ugye a megváltozott műsor struktúrájában is kiszolgáljuk az ottani megrendeléseket, és hát most elindult az M4-es sportcsatorna, ahol szintén már tárgyalunk arról, hogy milyen együttműködések lehetségesek sportműsorok tekintetében is. Illés, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.